Újabb dőlők parcellázási tervének elkészítése kezdődik, az érintett tulajdonosok számára fórumot szerveztek. A román nyelv oktatás nagyobb fokú támogatását tűzte ki az idei évre Hargita megye tanácsa az alintézményével, a Kájoni János megyei könyvtárral együttműködve. Rendezvénysorozattal készülnek Gyergyó Szent Miklóson az 1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének emlékünnepére. Köszöntöm nézőinket, híreink következnek, kérem tartsanak velünk. Összesen 48 külterületi dűlőben zajlott eddig munka a parcellázási tervek elkészítésének folyamatában. Tegnap újabb dűlők tervezése kezdődött el, ezért az érintett földterületek tulajdonosai és használói számára a Művelődési Ház Karancsi Sándor termében fórumot tartottak. A jelenlévőket tájékoztatták a legfontosabb tudnivalókról, és a felmerülő kérdésekre is választ adtak. Az Állami Birtokok Szövetsége kéri azon volt IASZ és területek visszaszolgáltatását, amelyek nem lettek tulajdonba helyezve. A most elkészülendő parcellázási tervek azon dűlőket érintik, amelyek érintettek ebben a rendelkezésben. Annak érdekében, hogy ezek a parcellák ne kerüljenek az Állami Birtokok Szövetsége tulajdonába, gyorsított ütemben elkezdődnek a parcellázási tervek tulajdonba helyezések. A fórum beszélgetésen bemutatták az ütemtervet, ismertették a munkafolyamatot, és válaszoltak a jelenlévők kérdéseire is. A találkozón jelen volt Nagy Zoltán polgármester, valamint az önkormányzati kataszteri iroda munkatársai és a megbízott földmérő cég képviselője. Március 2-án újabb 6 dűlő, a 48-as, 49-es, a 90-es, 91-es, a 96-os és a 99-es tervezése kezdődött el. Tehát a Nyerges, Mogyorós, Bükk, Madarasék, Pataka, a Károly-Pataka és Farkas-Pataka, a Nagykürüc és Had útja, a Középkürüc, Tinopál-Vesszeje és Tankó rész térségében lévő területek tulajdonosai és használói érintettek. Az érintett dűlők mérései heti ütemezéssel kezdődnek március 13-án. A jelenlévőket arra kérték, hogy töltsenek ki egy kérdőívet. Abból a célból szükséges, hogy ha még nem tettettek be azonos szerint területet, akkor be kell vezetni, hogy hol van terület, kivel határos, ugye, hogy már megszokták azok már, akik töltöttek ki, illetve olyan információkat is kérjük feltüntetni, hogy tudjuk önöket elérni. Telefonon elsősorban azt szeretnék, hogy minél direktebben tudjuk önöket értesíteni, és minél hamarabb, és minden más olyan információ, ami fel van tüntetve. Mindenképp, aki elveszi azt a lapot, azt kérjük önöket, hogy itt töltse ki, ellenkező esetben, ha még kérdése van, fel is tudja tenni, hanem haza is viheti, és majd visszajön, és akkor a hivatalba a földes irodázat majd le fogja tudni adni. A mérések alkalmával az önkormányzat kiközöl egy találkozási helyszínt és egy időpontot, amikor az adott dűlő tulajdonosait várják, ideiglenes igazoló aktával vagy tulajdonjogi papírral, telekkönyvvel. Felhívják az érintettek figyelmét, hogy ha nincs telekkönyvük, akkor is jelenjenek meg a mérésen. A tulajdonosok közreműködése elengedhetetlen ahhoz, hogy a parcellázási tervek elkészítése gördülékenyen haladjon. A méréseket követően a szakcég feldolgozza az adatokat, ezeket az önkormányzat kifüggeszti. A tulajdonosok láttamozhatják, és hibaészlelés esetén módosító kérelmet kell letegyenek az önkormányzathoz. Ilyenkor a kataszteri iroda behívja a tulajdonosokat a helyzet tisztázására. A teljes körű dűlő ellenőrzést követően a szakcég véglegesíti majd a dokumentációkat. Újabb béremelésekről döntött a kormány, ezúttal a tanügyben dolgozó kisegítő személyzet bérének emeléséről döntöttek. Elfogadta a kormány a tanügyben dolgozó kisegítő személyzet bérének emeléséről szóló sürgősségi rendeletet. Az intézkedés 53 ezer alkalmazottat érint, az új bértábla szerint a tanügyben dolgozó kisegítő személyzet bére 1450 és 1947 lej között változik a szolgálati időtől függően, áll a kabinet közleményében. Az intézkedés februártól lép érvénybe, és hozzávetőlegesen 90 millió lejes többletköltséget feltételez, az összeget az Oktatási Minisztérium költségvetéséből biztosítják. A közlemény értelmében a kormány azt követően hozott rendeletet a béremelésről, hogy Szorin Grindiano miniszterelnök és Pavel Nastase tanügyminiszter konzultált az oktatási szakszervezetek képviselőivel.
A román nyelv oktatás nagyobb fokú támogatását tűzte ki az idei évre Hargita megye tanácsa az alintézményével, a Kájoni János megyei könyvtárral együttműködve. Csütörtökön, március 2-án a megyei könyvtárban adták át azokat a segít tananyagokat a települések könyvtárainak és iskolák pedagógusainak, amelyek célja a román nyelvoktatás elősegítése a kisiskolások számára. Bedő Melinda, a megyei könyvtár munkatársa ismertette az intézmény munkáját és az eddig elért eredményeket. Mint mondta, a megyei tanács támogatása révén tavaly több mint 14 ezer lejre, az azt megelőző évben pedig 30 ezer lejre vásároltak könyveket. Ferenc Salamon Alpár László megyei tanácsos és az Oktatási Szakbizottság elnöke dicsérte a könyvtár alkalmazottainak munkáját, hiszen az intézmény tevékenysége hatással van az egész megyére. Barti Tihamér, a megyei tanács alelnöke elmondta, örvend annak, hogy sikerült ezeket az oktatási segédanyagokat beszerezni, ugyanakkor elismerésének adott hangot a megyei könyvtár alkalmazottai munkáját illetően, hiszen egyre nehezebb feladat vonzóvá tenni a könyvtárakat, ennek ellenére látszik az erőfeszítések eredménye. Azt szoktuk mondani, hogy mi magunk saját erőből, mert hogy örökké csak így széttesszük a kezünket, hogy Bukarest oldja meg, Bukarest ilyen rossz, rosszak a bukaresti politikusok, persze. Jó néhány közülük rossz, jó néhány közül el kéne cserélni, főleg az oktatási minisztériumban, főleg azokat, akik nem teszik a dolgokat a kisebbségi oktatásért, de addig is mi magunk saját erőből oldjuk meg, amit meg lehet oldani. És mit látunk, mit lehet megoldani? Sok jó, ügyes tanárunk van, aki román nyelvet tanít, és a saját tapasztalatából látja, hogy ez a rossz módszertant mellé téve egy kommunikációs, gyakorló, alternatív foglalkozásokat, a román nyelvet igenis el lehet legalább jelentős részben sajátítani. Megyei tanács részére azóta foglalkozunk ezzel a témakörrel, ha bár nem hatáskörünk, amióta láttuk, hogy a gyerekeink közel fele elbukja az érettségit. És akkor elkezdtük, hogy vajon miért rossz a 12. osztály. Aztán lassan, hogy kezdtünk lejönni, hogy nem csak a 9-12, hanem az 5-8-ban is már rossz a román nyelv oktatása, és sőt már látjuk, hogy ma itt pont ugye arról beszélgetünk, hogy már óvodában rosszul kezdődik minden, és persze az óvodás gyerek, mikre érettségizős korosztályba kerül, nem tudja azt a szükséges tudást összegyűjteni, nem tud kommunikálni, és ezért elbukja sokszor az érettségit. Hargita megyében minden második gyerek elbukja az érettségit, sajnos, és ezen kell változtassunk. Borbély Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke saját példáján keresztül is rámutatott arra, hogy a rossz módszer következtében nem eredményes a román nyelv oktatása. Fontosnak nevezte azon programok támogatását, amelyek ezt a problémát igyekeznek korrigálni. A felszólalásukat követően Kibédi Nemes Ildikó szerző és Lukács Vajda Erika illusztrátor bemutatták a Beszéljünk játszva románul című könyvet és annak oktatási módszerét. Ez a könyv tulajdonképpen memóriajátékokat tartalmaz, amit párbeszédekre építettem. Azért párbeszédekre, mert beszélve tanuljunk és játszva a nyelvet legkönnyebben. A memóriakártyák segítenek a játszásba, a párbeszédek pedig a kommunikációba. Ahhoz, hogy ezt a kommunikációt a gyerek többször hallja, ismételni is tudja, tehát magát a párbeszédeket, ezért a CD-re vettük fel az hanganyagot, hogy akár otthon, akár iskolába, akár olyan gyerek is volt, aki utazva CD-ről megtanulta az énekeket, és feltette a YouTube-ra például. Ez volt a legnagyobb öröm számunkra, hogy Angliába utazó gyerek, aki életében nem hallott egy román szót se, tökéletesen elénekelte a dalokat például. Tehát gyakorlatilag a könyv a párbeszéd sorozatot tartalmazza, ami egy gyerek napi tevékenységét foglalja magába. Az első kötet, amiről most szó van, az a reggeli ébredést, a reggel a fürdőszobában, főzés anyával, ebéd és játszás, ezt tartalmazza. Minden párbeszédhez tartozik 10 memóriakártya. Ez a 10 memóriakártya szavakat illusztrál, főneveket, mellékneveket, igéket, határozó szavakat is. Ezeket a kártyákat úgy használjuk, úgy gyakoroljuk, hogy mondatokat alkotunk velük, vagy mozgásos játékokba, kártyajátékokban használjuk, ahhoz, hogy a gyereknek minél jobban felkeltsük az érdeklődését, tehát minél motiváltabbá váljon a nyelvtanulásra. A hanganyagot
színészek vették föl, illetve rádióba dolgozó személyek azért, hogy jó minőségű legyen, és a gyerek pontosan azt hallja, amit például egy román anyanyelvű mondana, és helyesen tanulja meg a román nyelv dinamikáját, a román nyelv ritmusát. A szerző kiemelte, hogy az oktatási segédanyag végigkíséri a hétköznapok mozzanatait, és bevonja a szülőket is a tanítási folyamatba. Mint kiderült, 4 évvel ezelőtt ugyanezzel a névvel tábort szerveztek az akkori tapasztalatokból, és a szerző 15 éves pedagógiai tapasztalataiból kiindulva született meg a könyv. Kibédi Nemes Ildikó szerint ma a diákok könnyebben tudnak elemezni egy Eminescu verset, mint kenyeret kérni az üzletből. A könyvet már több pedagógus is használja, és a helyszínen elismerően nyilatkoztak az új módszerről. Ez az 5. hete, hogy tanítok a könyv alapján, ez a könyv alapján, mert 15 évi tapasztalatom eredménye ez a könyv. Eddig is hasonlóan tanítottam, csak tanügyi intézményekben tudjuk, hogy programot be kell tartani, viszont mindig a programon kívül vagy programba bevittem ilyen játékos anyagokat is. Ennek a könyvnek a tanítása, vagy az eljátszása, mert inkább eljátszásnak mondanám, számomra a kézzelfoghatóbb eredményeket hozta. Fél órát játszom, napi fél órát a gyerekekkel, 10-15-ös csoportokban, és nem akarnak hazamenni a gyerekek. Zonda Erika, a megyei tanács programokért felelős vezérigazgatója, átadta a könyveket a pedagógusoknak. Rácz Árpád megyei tanácsos személyesen vette át a gyímesi iskoláknak szánt könyveket. Március 4-én, a hónap első szombatján tartják Gyergyószent Miklóson a havi vásárt a piac téren. Ezúttal is helyi és környékbeli termelőktől lehet beszerezni a termékeket. A sajtház mellett kialakított részen holnap lekvárokat, szörpöket, kézműves csokoládét, különböző tej- és húskészítményeket, mézet, házi szappanokat és kozmetikai cikkeket lehet majd vásárolni. Március 15-e az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének emlékünnepe. E nap jelképpé vált a kivívott szabadság megőrzésének és az elvesztett szabadság visszaszerzésének szimbóluma. A magyar forradalom és szabadságharc 169. évfordulóján világszerte a magyar közösségek fejet hajtanak elődeik emléke előtt. Így történik ez Erdély legtöbb településén, így Gyergyószent Miklóson is. Az emléknapot idén Katona Eledel kóstolóval, hangversennyel, majd szentmisével, beszédekkel és koszorúzással ünneplik. Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 169. évfordulóját méltó egy egész délután felölelő ünnepséget szerveznek Gyergyószent Miklóson. Azt megelőzően március 12-én vasárnap, egy év kihagyás után Katona Eledel kóstolót tartanak a Népművészeti Alkotóház udvarán. Tavaly évben az alkotóházi javítása okán elmaradt ez a rendezvény, mert helyszínhez kötött, innen indult, itt van meg ennek a maga sava és borsa, úgymond, és ezt a fajta megemlékezést itt szoktuk megülni. A tavaly lett volna a 16., de most az idén lesz a 16. Katona Eledel kóstolóval záruló ünnepségünk, és nem szeretnénk, hogyha azok, akik eddig rendszeresen eljöttek erre a rendezvényre, a tavalyi kimaradás okán azt hinnék, hogy ezennel feledésbe is merülhet. Szeretettel várjuk továbbra is azokat, akik minden évben meglátogattak. A vasárnapi nagy misét követően a Szent Miklós templomtól indulnak majd a Katona Eledel kóstolóra az érdeklődők a tájház udvarára. Hozzávetőleg 300 személyre főz majd Török Zoltán a Gránátalma Egyesület tagjainak segítségével. Lesz egy rövid kulturális műsorunk, ahogy lenni szokott, és a végén lesz majd a Katona Eledel kóstoló, ami Török Zoltán tábori szakácsunk ügyeskedésével, valamelyik tábori Eledel felfrissítésével fog megtörténni. Minden évben ez meglepetés, úgyhogy idén sem árulhatom el, hogy mivel várjuk a kedves érdeklődőket. Március 13-án hétfőn a Csíki Kamarazenekar és a Sepsiszentgyörgyi Georgius Kamarazenekar közös hangversenyét tartják a Művelődési Ház színház termében, szintén az 1848-49-es forradalom emlékünnepének részeként.
Egy március 15-i ünnepi hangversenyről van szó, ahol többek között Weber és Bartók művek fognak elhangzani, és a már sokak számára ismert Werner Gábor budapesti karmester vezénylésében fog ez a koncert lezajlani. És ugyanakkor a 2016-2017-es komoly zenei évadunknak, komoly zenei bérletünknek ez lesz az utolsó záró koncertje. Március 15-én szerdán az 1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 169. évfordulóján ünnepi szentmisét tartanak a Szent Miklós Római Katolikus templomban. És a szentmisét követően körülbelül 3:41 órai indulással felvonulás lesz a Petőfi Sándor szoborhoz. A Petőfi Sándor szobornál hozzávetőlegesen 1:45-kor kezdődik, ahogy a felvonulás megérkezett, az ünnepi megemlékezés, az ünnepi műsor, amely történelmi visszatekintésből, különféle kórusok fellépéseiből és szavalatokból meg beszédekből fog állni. A megemlékezés, mint minden évben, koszorúzással ér véget. Az idei rendezvény szervezői a helyi önkormányzat és a művelődési központ. Partnerek a Figura Stúdió Színház, a Gránát Alma Egyesület, a Gyergyószentmiklósi Fúvós Zenekar, a Domokos Pál Péter Dalkör női kórusa, a Gyergyószentmiklósi Ipartestület férfi kara, a Salamon Ernő Gimnázium diák kórusa, valamint a Földvári Károly Hagyományőrző Egyesület. A kormány közleménye szerint idén az országos nyugdíjpénztár egységein keresztül 56.394 fürdőkezelési jegyet osztanak ki. Kormányhatározattal döntöttek arról is, hogy más gyógykezelési profillal rendelkező kereskedelmi egységekkel is fognak szerződéseket kötni. A jogszabály kitér a kiutalás, az elosztás és a költségtérítés módjaira is. A nyugdíjasok a köznyugdíjrendszer biztosítottjai számára kiutalt gyógykezelési jegyeket az állami társadalom biztosítási költségvetésből finanszírozzák. A helyek számát maximálisan 18 turnusra osztják le, egy turnus 16 napos, a jegyek ára tartalmazza a szállás díját, az étkezést és 12 napos kezelést, írja a kormány. Az országos nyugdíjpénztár tulajdonában lévő gyógykezelési létesítményekbe kibocsátott jegyek számához hozzáadódik a más gyógykezelési szolgáltatásokat biztosító egységeknél felhasználható jegyek száma is, amelyet a 2017-es év társadalombiztosítási költségvetésének függvényében határoznak meg. Erre a célra idén összesen 319 millió lejt irányoztak elő. A gyógykezelési jegyek végső számát a közbeszerzési eljárásokat követően határozza meg a kormány. A nyugdíjasok egy évben egy alkalommal részesülhetnek kezelési jegyben, tájékoztat a kormány. Pávai István a Sóvidék népzenéje című könyvét mutatták be a Maros Művész Együttes szervezésében, a Művész Együttes Kövesdombi székhelyén. A könyv átfogó képet ad Csíkszék, Háromszék, Marosszék és Udvarhelyszék népzenéjéről. Pávai István folklorista legújabb kiadványa több évtizedes, következetes kutatómunka eredményeit összegezve magyar és angol nyelven mutatja be Székelyföld egyik legkisebb tája a Sóvidék népzenéjét, zenés-táncos szokásait. A Sóvidék a Székelyföldön belül egyik érdekes, nagyon táncos terület, és azon túl, hogy a Székelyföld elég hamar kezdett polgárosulni, amiatt, hogy már a 19. században hát ugye a vasút keresztül ment rajta, túlnépesedett volt, a fiatalság elment akkoriban Budapestre, aztán később Kolozsvárra, Bukarestbe, és megváltozott a hagyomány nagyon sok helyen. Néhány ilyen kis sarkában, milyen a Sóvidék is, ott megmaradtak régiesebb dolgok, és hát ugye ezeket próbáltam ebbe a könyvben összeszedni. A könyvbemutatón közreműködött a Művész Együttes zenekara és tánckara. A Székelyföld népzenei szempontú táji tagolódása című fejezetben az olvasó betekintést nyerhet Csíkszék, Háromszék, Marosszék és Udvarhelyszék népzenei sajátosságaiba. A DVD mellékleten 3460 Sóvidékhez kapcsolódó folkloradatot találhatunk, valamint 2500 hangfelvételt is, melyek egy részét még fonográffal rögzítették. Találunk továbbá 1450 kottás és szöveges népdallejegyzést, ugyanakkor 120
24 videoklippet, melyek közül néhányat még a néma filmes korszakba rögzítettek. Ezek mellett 195 fotó, valamint 334 oldalnyi archív dokumentum is felkerült rá, például ritka népdalfüzetek. Kodály Zoltán zeneszerző születésének 135. és halálának 50. évfordulója alkalmából a hangszeres népzene kiváló muzsikusai Szokolai Dongó Balázs és Ségerc Ferenc adnak koncertet március 8-án, szerdán, este 7 órától a Gyergyószentmiklósi Művelődési Ház stúdiótermében. Ségerc Ferenc Erdélyben jól ismert népzenész, Szokolai Dongó Balázs nemzetközileg is elismert népi hangszeres szólista. Legújabb műsoraiban Bartók és Kodály eredeti népfeldolgozásait adja elő, folyamatos kutató munkájának gyűjtéseit. A koncert egyediségét továbbá az is fokozza, hogy Dongó Dudán is megszólaltatja a székely népdalokat. Közreműködnek az Égvilág zenekar muzsikusai Tikusán János kobzán és gitáron, valamint Vitályos Lehel nagybőgőn. A belépőjegyára 10 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 7 lej. Jegyek elővételben a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ irodájában válthatók munkanapokon 9 órától 16 óráig. Jegyeket rendelni a képernyőn látható telefonszámon lehet. Ezek voltak már a híreink, köszönöm figyelmüket, a hétfő esti viszontlátásra!